Ezek a felvételek a tisza kompnál készültek a Tisza felső szakaszának Szabolcsi mély árterénél, azaz a rétközben. A táj hamarosan natúrpark lehet, hiszen természeti és kultúrtörténeti értékben gazdag terület. Hazánkban jelenleg kilenc a természetvédelemért felelős miniszter által oklevéllel és címhasználati jogosítványjal kitüntetett natúrpark működik. Ebből az egyik a 2010-ben létrejött Szatmárberegi Natúrpark. Most a a szakma, a települések és a civilek azért működnek együtt, hogy a rétközben is létrehozzanak egy naturparkot közösségi alapokra épülő naturpark, illetve érték örökségvédelem, ennek a mai rendezvénynek a címe. Itt ez a közösségi alapú az, ami a legfontosabb. Hiszen a naturparkok sem működhetnek igazán úgy, hogyha nincsen mögötte az a, az a, társadalmi háttér, az a települési környezet, az a települési összefogás, az a települési közösség, az a kovász, amely működtetni tudja ezeket a, ezeket a naturparkokat is, és úgy teszi élhetővé magát a natúrparkot is, mint környezetet, hogy magát a települést is élhetővé varázsolja. A Tisza-Berceli értekezésen vinnai győző országgyűlési képviselő kiemelte, egy hónappal ezelőtt fogadták el a natúrparkok fejlesztési koncepcióját. Erre alapszik a terv, hogy a rétközben legyen térségünk második natúrparkja, ehhez azonban még számos teendő szükséges. Az első lépés majd egy olyan névhasználati cím megszerzésére ez szükséges szakmai háttértanulmánynak az összeállítása lesz, amivel a Földmérsé Minisztériumhoz kell folyamodni a névhasználati cím megszerzéséért. Reméljük ez a folyamat minél hamarabb elindul. A szakmai találkozón jelen volt Román István a Földművelésügyi Minisztérium, valamint Mezei Dávida a miniszterelnökség helyettes államtitkára is. Mindketten azt hangsúlyozták, egy naturpark további fejlesztéseket alapozhat meg, akár a vidékfejlesztés területén is. A vidékfejlesztési programnak az elsődleges célja a mezőgazdasági termelőknek, a gazdáknak a támogatása az 1350 milliárd forintos keretből. Most májusra már több mint 800 milliárd forintot meg is nyitottunk, elérhetővé is tettünk a gazdálkodóknak. Lezárult az Agrárkörnyezet program és az ökológiai gazdas gazdaságnak a támogatásának az első köre. A tervek szerint akár egy éven belül sikerülhet megszerezni a Naturpark címet, a rétköz természeti táj örökségét ezzel is védik, öregbítik majd.